Tisztelt elnökség, tisztelt képviselőtársak! Van néhány kérdésem, vagy kérdésünk a Mozgalom a Polgári Szabadkáért frakció részéről. Egyrészt a múlt héten találkoztunk itt 22-én, a legutóbbi VKT-n, és a mai ülésre szerdán kaptuk a meghívót, kicsi értetlenül álltunk a helyzet előtt, hogy ez a napi rendi pont miatt miért kellett összehívni egy sürgősségi ülést. Mátyás király emlékévé lett nyilvánítva az egész 2018-as év, és még csak március 2-án vagyunk, tehát ez nyilván nem lehetett az oka a sietségnek. Szerintem egészen nyugodtan megvárhattuk volna a következő rendes ülést, és a többi napi rendi pont között szavazhattunk volna erre is. Felmerül a kérdés, hogy nem nagy pazarlás ez a város vezetés, vagy a város részéről, hogy külön egy VKT-t ezért összehív. Mátyás király királyá választásának 560. és születésének 575. évfordulóját ünnepeljük 2018-ban, és már a magyar kormány részéről is kissé kapóra jön ez az emlékév, habár nagyon dicséretes kezdeményezés, és az ehhez kapcsolódó programok, különösen akkor, hogyha ebben a retorikában nem is annyira a hajdani király dicséretét, mint inkább a mostani magyar kormány dicsőítését érezni. De visszatérve Szabadkára, Csákány Lajos részéről ez az anyagi önerőből történő szoborállítás igen nagy lelkű kezdeményezés. Ugyanakkor az, hogy a város egy meglehetősen szűk és éttermekkel, szórakozó helyekkel teli utcája kapta Korvin Mátyás nevét, önmagában szerintünk nem elég jó ok arra, hogy egy ilyen léptékű uralkodó és történelmi személyiség egész alakos szobra ebben az utcában kapjon helyet. Ez az utca egy építészetileg eklektikus, polgári, 19. század, 20. század elejé hangulatot árasztó utca, és számos szobor díszíti már, amíg ugyancsak Csákány Lajosnak köszönhetően. De tipikusan modernista szobrok ezek, Száva Halugintól, valamint van itt számos polgári, hétköznapi pillanatképet rögzítő szobor, a sétapálcás férfi, boszház falának dőlve a bohóc, szakszofonos, kerékpártoló hölgy, és ebben ezt az utcaképet hangsúlyosan meghatározó keretbe szerintünk semmiképpen sem illene be egy reneszánsz szobor Mátyás királyról. Hozzá talán méltóbb tágasság és inkább a középkori Szabadkával azonosítható városrész illene. Azt gondoljuk, hogy a szobor helye inkább a történelmi város magban lenne jó helyen, és tehát, hogy ne legyen az, hogy nincs semmi ajánlatunk erre a helyre. A legméltóbb helynek talán a ferences rendi templom előtti térségen található jelenlegi parkot gondolnánk. Ennek a városrésznek egyébként is a rendezési terve, összeköthetném, ugye? A rendezési terve már egy ideje készül, és jó alkalom. Jó alkalom volna most a területrendezési terv készítésének felgyorsítása, beleértve az ott égtelenkedő szeméttárolók eltüntetését, valamint a templom és a park közötti autóparkoló átszervezését is. Az szép lenne. És még egy fontos szempont, amiről semmit sem tudunk, a szobrot ki készíti, hogy fog kinézni, és a terveket nem a döntés előtt kellene látnunk. Az igaz, hogy Mátyás király uralkodói címe szerint eredetileg Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodomérja, Kunország és Bulgária királya volt, ez volt az ő hivatalos megnevezése, de mi őt mégis elsősorban magyar uralkodónként tartjuk számon, és az is igaz, hogy igen könnyű az ő személyéhez nemzeti büszkeségtől motivált tartalmakat kötni. Például Mátyás az igazságos, tudja ezt minden magyar óvodás gyerek is. Azt is, hogy ő volt a legnagyobb és legmodernebb szemléletű királyunk. Szabadkán viszont, ha egy kicsit is a nemzeti büszkeséget érintő intézkedés történik, legyen az utcanévváltozás, vagy például egy szobor, szinte óhatatlanul nacionalista indulatokat gerjeszt a más nemzetiséghez, vagy többségi nemzethez tartozókban. Tisztelet legyen a kivételeknek, biztost vannak. És azt gondoljuk, hogy multietnikus közösségekben például a Mátyás szobor felállítása egy igen érzékeny téma, és nagyon okosan kell tudni kommunikálni az emberek felé. A kérdés, hogy vajon a nagy szerb-magyar vezetők általi összeborulás jelképe a helyi haladó városvezetés részéről, ha ezt a szobrot engedélyezi,
Vagy úgy gondolja, hogy most, hogy ezzel az engedménnyel úgymond le vannak kenyerezve a magyarok, és olyasmikkel ne foglalkozzanak, mint például, hogy a nyelvhasználati jogok egyre drasztikusabban meg vannak nyírbálva, vagy hogy a szabadkai városházán egyre kevesebb magyarul beszélő és értő ember van sajnos. És még mielőtt az a vád érhetne minket, hogy nekünk már semmi sem jó, és mi semminek örülünk, még egyszer üdvözöljük a kezdeményezést. És reméljük, hogy Csákány úr értő partnereket talál a kivitelezéshez, és a városvezetéssel együtt revidiálja a Mátyás szobor helyét. Amit ismét hangsúlyozni szeretnék, a ferences rendi Székesegyháza szembeni parkban javaslunk elhelyezni. Egyúttal Csákány urat biztatni szeretném arra, hogy ha teheti mecénásként, támogassa a szabadkai kulturális életet és művészeket, mert ismerve a helyi városvezetés ezirányú közönyét, a leépülés szinte elkerülhetetlen. És csak akkor tudunk megőrizni valamicskét a városunk régi fényéből és szellemiségéből, ha azok az emberek, akik valóban szeretik ezt a várost, összefognak és megvédik. Köszönöm szépen!